Én mindent megtettem, asszonyom. Mit? Mindent megpróbáltam, de nem sikerült. Mit beszéljen? Mit beszéljen már? Elrabolták. Ne. Nem. A kislányom. Mi baj? Mi történt? Elraboltak itthonról bármilyen valamit. Nem bántatják a kicsikémet. Hárj, nyugodj meg, ne, nyugodj a meg. A kislányom. Nyugodj meg, kérlek, nyugodj látok meg. Látok valamit. Ágirre, látod? Ez képtelenség. Ne, ez képtelenség. Ne. Asszonyom, visszahozom nem őt. Hiszem, ne. Nem hiszem, ne. Ez hogy történt? Hogy történt? Nem tudom. Hirtelen történt. Meg akartam akadályozni, de összevertek. Barbara Karolinával volt. Láttam, ahogy elindulnak. Hirtelen rájöttem, hogy el akarnak szökni felügyelet nélkül. Barbara megláthatott. Indította az autót. És mikor utolértem volna őket, a semmiből hirtelen feltűnt két fickó. Adjanak! Kifelé szépen, gyerünk! Utána rohantam, és az egyik fickóra vetettem magam. Állj meg! Fel a kezekkel, most rögtön! Csak finoman. Tettem, de túlerőben voltak. Az én hibám. Elengedtem Pacsikot ma estére. Csak a rendőrség, ne, a rendőrséget, ne! Emberrablás! A rendőrség beavatkozás csak mindent elrontana. Tudom, hogy mit beszélek. Ne szóljunk a rendőrségnek, asszony! De akkor mihez kezdjünk? Mihez kezdjünk? Várjuk meg a hívásukat, és mielőbb fizessünk. Halló? Nikolas, Juan vagyok. Azonnal gyere vissza. Mi történt? Barbarát elrabolták. Hogy? Elrabolták Barbarát. A barátnőjével, Karolinával együtt. Azonnal indulok. Ne vigyázzatok! Gyerünk már, mozgás! Lefelé! Gyerünk! Nézd rá, Barbara, vajon mit tesz velük? Pénzt akar. Rögtön elengednek, ahogy a családom kifizeti, amit követelnek. Mit bámulsz? Imádom a szőkéket. Tetszel, Szesi? Ki kell mennem a morzsóba, kérem. Ki kell mennem a mosdóba? Ki kell mennie? Na gyere! Nagy hiba volt ezt az idiótát felbérelni. Ne aggódj! Tudom kezelni. Ne idegesítsd ennyi. Pedig fogom. Kangó, vedd fel! Te beszélj! Halló? Nálunk van Barbara és a barátnője. Mondják meg, mennyit kérnek, csak ne bántsák a lányokat. Ha élve akarják viszont látni. Ne hívják a rendőrséget. Értette? Ne hívják. 500 000-et akarunk. Nem értesítjük a rendőrséget. De kell egy kis idő, míg összeszedünk ennyi pénzt. És bizonyítékot akarunk, hogy él a lány. Nincs alkú! Mit tegyünk? Señor Alejandro, asszonyom, szerintem minél előbb össze kéne szedni a pénzt. Van ennyi készpénzünk? Mit tegyünk? Mindent megkapnak. Csak a kislányomat adják vissza nekem. Idióta! Szemetek! Hagyjon rohadékot! Elég! Fogd be a szádat! Vagy talán én fogjam be neked? Azt hiszed, félek tőled, idióta! Azt hiszem, egyértelmű voltam. Halló? Itt Achával Urien beszél. Szükségem lenne 500 000-re. Drágám? Igen? Megkeressük őket, ígérem. Addig nem nyugszom, míg meg nem találom őket. Rendben, jól van. Nyugi. Ismersz engem? A végére járok. Ha az életembe kerül is, de megtalálom őket.
Halló? Á, papa. Te vagy. Igen. Jól vagy, kicsikém? Igen, csak kicsit fáradt vagyok. Fáradt vagy? Ha segítetek bármiben. Nem, csak sokat dolgoztam, ne aggódj. Képzeld, még a hangom is elment. Ne aggódj, holnap hívlak. Jó, szerettem volna elmesélni, hogy... Halló! Halló! Letettem. Asszonyom, tudom, hogy semmivel sem tudom megnyugtatni. Semmivel. De esküszöm, hogy tudom, mi megy keresztül. Én belehalnék. Nem tudom, már a puszta gondolattól is kiráz a hideg. Viszont maga nagyon bátran viselkedik. Csodálom magát. Nem tört össze. Az önfegyelme káprázatos. Még nem ismertem ilyen asszonyt. Viszont én elég rosszul érzem magam. Tétlenül. Nem tudom semmivel sem enyhíteni a fájdalmát. Nem tudom, mit tehetnék. Pedig bármit megtennék. Higgy el. Öleljen át. Yo estoy pensando en ti, pensando en nunca más pensar que te perdí. Porque si pienso en ti, yo sé cómo eludirlas. Köszönöm. Ugyan. Annyira kiszolgáltatottnak érzem így magam. Elvették tőlem azt, aki a legfontosabb az életemben. Drágám, miért hagytál elaludni? Mert úgy sincs mit tenni, legalább tudtál egy kicsit pihenni. Történt valami? Nem. Elnézést. Egire? Igen. És Tango? Halló. Én vagyok. Hallgatlak. Minden rendben. A rendőrséget nem fogják bevonni. Hívj holnap reggel. És a pénz? Idő kell, amíg összeszedik az egészet. Fizetnünk kell nekik és visszakapjuk. Ennyi az egész. Már hívniuk kellett volna. A tétlenség teljesen megőrít. Rossz a lelki ismereted. Vigyáznod kellett volna rá. Persze, elmehettél haza, igaz? Munkaidő alatt. Befognád végre? Ne, rendben, fejezzétek be! Semmi értelme, hogy összevesztetek. Készítsek nektek egy nyugtató teát, ezt akarjátok? Szeretném én elvinni azt a pénzt. Ez az én feladatom. Jól van, majd meglátjuk, ha itt lesz az ideje. Uram, az egész az én hibámból történt. Hagy menjek én. Pacheco nem felelős a történtekért. Már ezerszer megmondtam magának. Halló? Megvan a pénz? Mondja, hol és mikor. Ugye nem szóltak a zsaruknak? Nem értesítettük a rendőrséget. Remélem is. Lalo! Ne dumálj! Megvan a pénz? Minden pontosan úgy van, ahogy kérték.
Kövessék az utasításaimat. Remélem ízleni fog. Köszönöm. És eloldoznál, hogy tudjak enni? Persze, mindjárt. Egészen megkedveltelek. Milyen kár, hogy ilyen körülmények között ismerkedtünk meg. Talán, ha másképp történt volna, akkor... barátok lehetnék. Ismerem azt a helyet. Ha valami gyanúsat észlelek, kinyírom a lányt. Nem lesz semmi gond. Átadjuk a pénzt, és maga elengedi Barbarát. Halló? Barbara anyja vagyok. Figyeljen! Én megadom, amit csak akar. De kérem szépen, adja vissza a lányomat. Figyeljen, asszonyom! Ha azt teszik, amit mondok, visszakapja a lányát. Beszélni akarok vele, hogy tudjam, jól van. Ezt nem teljesíthetem, Señora Paz. Meg kell bíznia bennem, asszonyom. Beszélnem kell vele. Ha akarja az 500 000 dollárt, akkor hívja a telefonhoz. Engedje